Lehet még a csatornámon annyira nem mutatkozik meg, de az utóbbi időben nagyon komolyan elkezdtem venni a Fortnite-ot, és ez meg is látszik a perifériáimban, ugyanis vettem egy új egeret. Igazából azért, mert a Logitech Super Light-nak hát elromlott a görgője, és hogyha néha fölfele görgettem, azt lefelének érezte valamiért. Super jó egér, ez egy Razer Viper V2 Pro. És igazából nem ez az egyetlen egy upgrade, ami mostanában történt, vettem hozzá egy ilyen kis kiegészítőt. 1000 MHz-ről 4000 MHz-re növeli a sebességét az egérnek, és már a Glorious XL metemet használom egy 2 éve, és kezd kikopni, szóval vettem a világ legjobb egérpadját, elméletileg Artisan a neve. Kezdődjön is hát a kaland. Hogy mókásabbá tegyük azért a setup fejlesztést, a következő lesz a szabály. Az első 25 kit pusztán csak az új egeremmel szerezhetem meg, azután fogom kinyitni és használni a jelerősítőt, majd végül az egérpadot is unboxingoljuk, és még azzal kell 50 kilt szereznem. A 100 killes kihívás első áldozatát meg is találtuk, aki nem volt egy nehéz feladat. A második már jóval trükkösebb volt, a fejemet majdnem darabjaira robbantotta. Ezután meggondolatlanul használt a szerencsémre a raketremet, és eléggé meggyengítettem, sok vével pedig utána is eredtem. Így is jó. Jó, hogy aranypám. Még egy pár könnyen 5 pontot tudtam bezsebelni, aminek örültem, mert nem akartam órákat várni, hogy fejlesszem végre a setupomat. De aztán elég kellemetlen módon adták a tudtomra, hogy bizony visszajöttek az anime tárgyak. Az elhiszi. Ne! Végem. Atyagatya. Atyagatya. 100. Jó, fordul a kocka. Nincs matim! Úristen, gyerek! És mati kell, aztán megyünk tovább. Vagy elveszik az emberektől amúgy. Megjelent a korona! Lehet, hogy nyertél az előzőben, de eszed nem maradt. Csak headshot, tesó, csak headshot! Jó, inkább rakéta, nem? Azt mondjátok? Jó, jó, menjen úgy. Jó, megöltem valahogy. Nézzük meg, hogy mit tudunk. Sima egérrel krenkelni. Már nem tudom annyira húzni, mint régen. Persze azért mennek mozdulatok. Bam! Full piece. Ott is full piece. Szóval, ja, itt ott vannak mozdulatok, de elképesztően várom, hogy milyen tracking meg gyorsaság lesz itt majd. Még egy ember alattam. Full piece. Merre ment? Ha? Jaj, jaj, csók. Lerobbantom a fejed, ne félj. Ja, köszi, hogy hagyod. Köszi. Nulla ping. Edit. Nulla ping. Dead. Max. Az dead, nem. Úristen. Egy rakétám maradt. Prefire. Oké, okay, nice. Még egy sok wave, legyen meg a HG. És pickaxe. Á, nem. Nem akarom. Még a végén elveszítjük. Ó, Istenem, hát ezeket el sem tudom hozni! Uram! Hát menjél már innen! Hát mit képzel? Pofám leszakad! Köszönöm! Ide nem lehet építeni, au. Very big. Jézus. Hely azon, hogy nem lőttem át. Jó Istenem. Ez nem a gáci batyam, vagy? Te merre mész? Ha? Sehova, ugye? Oh!
Igyekeztem minél több meccsen megnyerni, de volt, aki ezt másképp gondoltam. Nyíl egyenesen kijöttek rám a viharba, mint hogyha vérdíj lett volna a fejemen, Whitehill-en pedig semmi se volt, majd mikor menekülőre vettem volna a dolgot, hogy szerezzek, egy kicsit elszámoltam a gravitáció erejét. Nagyon jól esett. Na, van ez az új anime tárgy. Igazából berakták, hogy védekezhess a OP mítik ellen. De mi lenne, hogyha alapból nem raknák be, és akkor nem kellene ellene védekezni? Epic. Ez tiszta lol. A névia fal, látjuk, hogy hova fog menni. De menő. Bam! Tűzszentés. Itt vagyok. Puk! És már bárkivel beérem. Az egy rohadt nagy AI. Mit lehet ezzel csinálni még így fönt, és lecsösszetem? Nem tudom. Mindjárt használtam újra. Hát ember, ez hangos volt! Ja, most le akar klippelni. Az igazi buga személyesen? Nem hiszem el. Legjobb dolog tényleg. Véged. Véged, tesó. Kösz. What? ...157. Eritej le. Végre tudom, merre megy az ember először. Dead. Igen. Eltaláltalak! GG. Kereken gyerekek, ez volt a 30. kínünk, szóval nyissuk ki ezt a kis tartozékot, ami körülbelül egy 10.000 forint volt, és hát én ettől várom a kisebb változást. Az egérpatton a nagyobbat, de nézzük. Mint amúgy így jobban tudnám rángatni az egeremet, hogy elrántom, és így azonnal jobban megtörténik. De ez eléggé nagy esélye, csak placebo érzés, de semmi gond. Láttad azt, hogy megfordítottam? Mert szerintem ezt nem lehetett látni. Hello. Nem zavarok? Csak érdeklődni szeretnék, hogy kapható-e esetleg egy jobb SMG. Jó. Ha? El vagyok tévedve. Utsó slurp. Utsó reload. Na. Tessék lenyugodni. Hova ez a kapkodás? Na gyerekek, a C4 ereje. És amúgy dóban még jobb, mert ha ketten dobjátok és egyszerre robbantatok, az ellen semmit nem lehet csinálni, eskü. GG. Dead. Nincs a team.
Én maradok. Futi, futi, futi. Au. GG. Őszintén nem éreztem ezt a jelerősítőt világmegváltónak, de igazából nem bánom, hogy van ilyenem. Ha még csak placebo is, az is ér valamit, és elég szép pillanataim voltak eddig. Na még bekiúzunk. Addig kinyitjuk végre az egérpadot. Hihetetlen, hogy én eddig ilyet nem láttam kiteszi az egész kamerát. És az egérpad reveal. Kicsit bele van ragadva. Oh yes. Oh yes. Azt nézzétek, milyen clean. Oh. Mutatom nektek. Így fog kinézni a setup. Szóval egérpadon egérpad. Ez már egy kicsit kikopott egy 2-3 év után. Szóval szegénykének nem árt most egy felfrissülés. Vagyis hát az egérpad nem kap felfrissülést, csak rárakok egy újat. És nézzétek a csúszás különbséget amúgy. Elfut, elszalad. Ehhez még hozzá kell szokni. Ez most túlságosan is csúszik. Júj. Ahogy így mozgatom az egeremet, így serceg, azt érzem. Olyan, mint egy sercegne alatta az egerpad. Júj. Jó, hát ez volt az első kinek az új egérrel. Megmondom az őszintét, kicsit félek, meg szerintem bizonytalan leszek még vele, mert túl jó most hirtelen. Hozzá kell szokni az, hogy nem tapad annyira. Hopp, na ott egy jobb kill. Hozzászokást mondtam volna. Jó, gyerekek, ezt se tudtam, hogy egy tárral el lehet intézni ezt a 3 NPC-t. Oh. Ez ember... Egy ideje nézhetett, láthatott minket. Hoppá. Az összes sok véve neki megvan. És még mindig van életereje. Még mindig van sok véve. Jaj! Végre, úristen, még azt a mennyit eldobott! És még volt neki! Hát, on the go perk. Nagyot megy. Még 2 darab volt neki. Na ez ellen mondjátok meg, mit kell csinálni, és én megtanulom. Köszi. Onnan elmegyünk. Köszi. Jó, GG. Hát nem az utolsó ember volt a legkomolyabb. Azt a minden így gyerekek amúgy. Hát még az újdonság ereje miatt nem nehezen tudom kezelni azt az egész setupot, de hogyha megtanulom, ez brutál durva lesz. Jézusom! Bár a challenge-et eléggé összesűrítettem nektek, szóval nem láttátok minden hullámvölgyét, már 5 órája játszottam. Nem is mentem non-stop 10-es bombákat, annak ellenére, hogy paboztam. Rendkívül magas elóba kerültem végül is, mert elég jól teljesítettem, és tryhardolni kellett ugyanúgy. Végül is az utolsó 25 killt már csak egy-egy mapokon szereztem meg. De kisújjás ki, hogy tényleg az utolsó szálig meg lett a 100 kill. Halacska! Uff. Tizenhárom kill. Lesz mit megszokni, de szerintem jobb leszek, mint valaha. Meg már most is az vagyok, szerintem. De ezekkel még inkább, ha megszokom, bravúros. Jönnek majd a versenyes videók. Hogyha szeretnétek,
ahhoz use code-szán kell, és fel kell iratkozni. Legyetek jók, sziasztok!